Minden évben van néhány nap, amikor azokra figyelünk, akik nemzetünk több mint 1000 éves történelmének kiemelkedő vezetői, hősei, soha nem felejthető alakítói voltak. De számomra 1956. október 23-a mind közül a legkülönlegesebb. Hiszen 56 forradalma nem a távoli múlt bátor eseménye, a forradalom ténye évtizedeken át eltitkolt valóságként volt jelen, még a mai 40-es, 50-es éveikben járó generációk életében is. Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi beszédét október 23-án Szabó Péter, Paks polgármestere az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából tartott városi ünnepségen kiemelte, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a városban is éltek 1956 hősei és vértanúi. Kolonics János és Cucor Antal életüket adták a forradalomért és a szabadságért, Tuba János, paksi nemzetőrparancsnok bátorságáért pedig 14 hónap börtönbüntetés járt. Ők mások mellett mind tanúi voltak annak, hogy szembe lehet szállni az embertelen rendszerrel és a megfélemlítéssel. Mert a félelemben tartás hosszú évtizedekre az emberek lelkébe költözött. A sztálini eszmékre épülő rákosi rendszer legnagyobb bűne nem is az ország elszegényítése volt, mely a kényszerbeszolgáltatásokban, az értelem nélküli iparosításban, vagy éppen a magántulajdon erőszakos megszüntetésében öltött testet. Az akkori kommunista rendszer legnagyobb bűne az ember szabadságának, méltóságának és egy reményteljes, gyarapodó élet lehetőségének elrablása volt. Paks polgármestere beszélt arról is, hogy az akkori kommunista rendszer a népi demokrácia nevében bizonytalanságba, rettegésbe, egzisztenciális és lelki félelembe taszította a magyar embereket. A sztálini eszmékre épülő rákosi rendszer az 5 éves tervekkel, munkaversenyekkel, hazug földi paradicsomot ígérő ideológiájával becsapta, tönkretette hazájukat és a magyar embereket. 1956 kommunista vezetői a romlás, erőszak, pusztítás és a hazugság nyomait hagyták nemzetünk történelmében. Erős tartást és mély nemzeti büszkeséget kapott nemzetünk mindörökre 56 hőseitől, mondta Szabó Péter. Paks polgármestere hozzátette, a forradalom hősei vérükkel mindörökre dicsőségesen vésték nevüket nemzetünk történelem könyvébe. Kint ágyuszol, gyors lövés pattan, a falról Petőfi figyel, ahogy járkálok egymagamban. Így járkált ő is, átkozódva. Európa újra csendes. Ó, csak minket húz a sors karóba. Csak minket öl 100 év után is. Ugyanaz, ki hajdan ölt. Hogy hányan hullunk, sose számít. Az ünnepségen a paksi Vakbottyán gimnázium diákjai működtek közre. A városi megemlékezés részeként az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek képviselői, valamint a megjelent emlékezők koszorút helyeztek el az 1956-os emlékműnél.